A résztvevőket Dunaszerdahely polgármestere, az esemény házigazdája köszöntötte. Hájusz Zoltán elmondta, a magyar közösség tagjai azt várják a magyar érdekeket képviselő pártoktól, intézményektől és szervezetektől, hogy a közösséget érintő sorskérdések ügyében tárgyalóasztalhoz üljenek. A tanácskozáson résztvevő pártok, intézmények és szervezetek a magyar-magyar párbeszéd előtt konkrét célokat fogalmaztak meg. Három fő prioritásunk volt, az intézmény fenntartás, az, hogy legyenek óvodáink, legyenek iskoláink, a minőség, az, hogy a szülők tudják azt, hogy ha magyar iskolába adják a gyermeket, akkor ez előny lesz a gyermek számára, illetve az önkormányzatiság megerősítése, az, hogy magunk döntsünk a saját kérdéseinkről. Mind a három téma nagyon bőven visszaköszön ebben a nyilatkozatban. Vannak olyan tartalmi kérdések, amelyek számunkra nagyon fontosak, például akár a történelemnek az oktatása, akár a szlovák nyelv módszertanának kérdése, az, egyáltalán mikor bevezetni ezt a nyelvet, hány idegen nyelv tanítandó a közösségünkben, működő iskolánkban, illetve nagyon sok egyéb olyan kérdés, ami specifikusan a mi közösségünkre vonatkozik, és ennek jelenleg nincs tartalmi kerete. Az összejövetelen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is képviseltette magát. Jókai Tibor elnök szerint a magyar iskolák mellett a magyar óvodákra is nagyon oda kell figyelni. A Pedagógus Szövetség tudja, hogy pedagógusokat, szakmabelieket, kiket kell megszólítani, hogy ott a kis településen, illetve a mikrorégióban kiket kell megszólítani ahhoz, hogy óvodákat tudjanak alapítani, illetve a vegyes nevelési nyelvű óvodákat szét lehessen választani. A tanácskozás után a két pártelnök elégedetten értékelt. Úgy a pártképviseletben megjelentek megyei képviselők, alelnökök, vagy parlamenti szinten politizáló közszereplők és a civil szféra is azt erősítette, hogy erre a párbeszédre nagyon is szükség van. Az a fogyás, amiről ma az előadók szóltak, ezek a tények, ezek húsba vágóak, tehát hogyha ezekben a dolgokban nem tudunk pontos célokat és követhető célokat megfogalmazni, akkor ez a közösség tényleg lassú pusztulásra, enyészetre van ítélve. Én úgy gondolom, hogy mai Dunaszerdahelyen pont azt bizonyítottuk, hogy mi nem ezt szeretnénk. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban még ilyen tárgyalásokra majd sor kerül, valószínű szűkebb körbe, tehát mindig az adott szakma és a politikum, és utána, hogyha ezekkel sikerül mondjuk megalapozni a kölcsönös bizalmat, akkor valószínű politikai tárgyalásra is sor kerülhet. A rendezvényen Lampl Zsuzsanna és Gyurgyik László szociológusok a magyarság fogyásának okairól tartottak előadást. A résztvevők által elfogadott közös nyilatkozat a szlovákiai magyar iskolák megmaradását és fejlődését tűzte ki célul. Ehhez a nyilatkozat szerint szükség van a jó minőségű oktatásra, a nemzetiségi iskolahálózat fogalmának bevezetésére, a kisiskolák és a kislétszámú iskolák működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítására, az oktatásügyi önkormányzatiságra, a megfelelő színvonalú szlovák nyelvoktatásra, a magyar ajkú roma gyerekek felzárkóztatására, valamint az oktatási innováció támogatására.